Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm Miklós Pétert, akivel Sík Sándorról fogunk beszélgetni a következő percekben. Annak apropóján is, hogy az utóbbi időben Miklós Péter egyre többet foglalkozik Sík Sándorral, és hát ezt már csak azért is meg kell tennie, mert a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programjának 2021-24-es évfolyamának egyik ösztöndíjasa. Úgy, hogy a három év alatt egy Sík Sándor kötetet kell majd összehoznod és letenned a végén az asztalra, illetve annak a kötetnek a két kéziratát. Sík Sándorról mindenki hallott, mindenki tud róla valamit, Radnóti kapcsán különösen, Szeged kapcsán meg aztán pláne sok mindent tudunk róla, sok minden meg is jelent róla, mégis valahogy, valahogy mintha nem lenne egy igazi összefoglaló Sándor képünk, mintha mint, hogyha, mint hogyha nem, nem kezelnénk a helyén, mintha egy kicsit másodvonalbeli esztétának, irodalomtörténésznek érzékelnénk még mindig pedig vélhetően nem az volt. Én azt a célt tűztem ki magam elé, és a Magyar Művészeti Akadémia ezt a törekvést támogatja, hogy Sik Sándor életet és munkásságát a lehető legteljesebben dolgozzon föl, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy terjedelemben legyen borzasztó hosszú mű, inkább én azt fogalmaztam meg, és a kutatási tervembe is ezt adtam be, hogy kontextualizálva és a műveit a saját korukban valamint a kritikai és recepció történeti kontextusban is elhelyezve vizsgáljam. Ez azért nagyon fontos, mert Sik Sándorról két önálló összefoglaló mű született, az egyik az Baróti Dezsőnek a szegedi kötődésű irodalomtörténésznek egyetemünk volt rektora munkája, amely egy ilyen inkább szubjektív és egy, egy, inkább, hát ha nem is ismeretterjesztő, de minimum populáris munka, a múlt nagy tudósai sorozatban jelent meg az akadémiai kiadó gondozásában. De a másik pedig Rónai László, irodalomtörténész professzornak a könyve, amely szép lassan egy hagyományos irodalomtörténész és a szónak itt minden értelmében szemlélettel vizsgálja Sík Sándornak a munkásságát, és utána még szerencsés módon nagyon sokan foglalkoztak a Radnótival való barátságával, a Bálint Sándorral való kapcsolatával, hogy még egy szegedi kötődést említsünk, a szegedi egyetemi éveivel, esztétikájával, amely itt is íródott és itt is oktatta, ugye önálló kötetet szentelt neki Máté Zsuzsanna. Tehát látszik, hogy Sík Sándort vagy mint piarista szerzetest, vagy mint pedagógust és cserkészvezetőt, Mészáros István nevelés történész írt erről, vagy mint esztétát vizsgálja, de úgy, mint nem tudok jobb szót használni, mint kulturális jelenséget még nem vizsgáltak, hiszen mind ennél több volt. Tehát nem csak a Vigília című katolikus lap főszerkesztője, nem csak Radnóti Miklós atyai jó barátja és egyik mestere, nem csak a korabeli német szakirodalmat legjobban, talán Magyarországon legjobban, vagy minimum nagyon jól ismerő esztéta és művészetfilozófus. Nem csak az Országos Köznevelési Tanács ügynevel, ügyvezető alelnöke az 1940-es években volt, nem csak középkori himnuszoknak a műfordítója, vagy egyházi vallási népénekeknek a megszövegezője, vagy szövegének az aktuális keresztény-katolikus teológiához igazítója, volt, hanem, és akkor most nem tudok újat mondani. Mindez egyben. Tehát az a végső soron a célja a kutatásaimnak, hogy azt az alkotói attitűdöt, azt a szerzői-írói magatartást és alapállást próbáljam rekonstruálni, amely mindezt lehetővé tette. Modernitás, magyarság, kereszténység a a tervezett monográfiámnak a címe, és a kutatási projektemnek a címe, hiszen mindez volt Síg Sándor. Keresztény, modern és magyar. Azért fontos a kereszténység hangsúlyozása, mert zsidó származású családba született, ő már beleszületett a kereszténységbe de a zsidó törvények értelmében annak minősült volna, mint fölszentelt katolikus pap mentesült a zsidó törvények alapján, de még a piarista renden belül és a katolikus egyházon belül is, ahol pedig ugye mindenki egyenértékű vagy egyforma volt egyfajta megkülönböztetésben vagy üldöztetésben része magyar volt, mert a magyarságot vallott a kulturális közegének. A magyar irodalom történetéről több munkát írt, nem csak szaktanulmányokat, már kezdő fiatal piarista szerzetes korában, hanem később összefoglalókat, elsősorban fiatalok számára, vagy népszerűsítő célzattal, ahol a, a magyar irodalom nagyjait végigvette a Szent Gellért legendában előforduló regősénekektől kezdődően egészen a 20. század elejéig, hiszen Adival zárja a zárja felsorolását, és Adit egyik első méltatójának, Adi egyik első méltatójának tarthatjuk Sik és utána pedig pedig modern, hiszen ezt nagyon gyakran elszoktuk szoktuk felejteni, hogy a modernitás az nem feltétlenül a baloldalnak, vagy a polgári radikális gondolkodásnak a sajátja, hanem lehet egy katolikus pap, piarista szerzetes, keresztény és magyar ember is modern. És csak elég egy témára utalni, az 1935-ben megjelent Advent című kötete Sándornak, amely az expressionizmusnak az egyik nagyon Markáns alkotása, oratórium szavalókórusra műfai meghatározása. Igen, tudjuk, hogy az oratórium a, a középkori imádságos, liturgikus műfajoknak az egyike, a szavalókórus pedig a hát hagyományosan a baloldali avantgárd, vagy a baloldalhoz kötődő avantgárdizmusoknak az egyik műfaja, és mondjuk Hont Ferenc, Major Tamás, vagy Acél György is szavalókórusokat szervezett, és szavalókórusokat működtetett, és ez jellemzően a baloldalnak volt egy ilyen kultúrpolitikai törekvése. Furcsa egy katolikus paptól, hogy egy imádságos, liturgikus műfajt szavaló kórusra ír, és mindezt a nagyon ö, ö, markánsan megírva, egy keresztény hittartalmat, Jézus születését, úgy, hogy közben nem csak a trianoni traumára, hanem a korszak szociálpolitikai problémája, hogy a nagy világválság után éppen csak a legnagyobb nyomor közepette vagyunk, ugye a 32 33 világválság után, 1935-ben, én nekem ez az egyik ilyen mű, amely, amely nagyon határozottan és markánsan, amely itt jelent meg Szegeden, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégium a kiadásában, Sík Sándor tanítványai és fiatal barátai, Radnóti Miklós Tolnai Gábor, Ortutai Gyula, Budai György, Budai György Fametszetei díszítik ezt a, a modern kis füzetkét, és ebben a sorozatban nem csak Ortutainak, Radnótinak, Barótinak jelennek meg munkái, hanem a későbbi magyar marxista ö, színház esztétika legnagyobb alakjaként számon tartott, és egyébként a kommunista kultúrpolitikát, vagy az 56-os megtalálások kommunikációjában is nagy szerepet válló Hont Ferencnek is jelennek meg munkái. És ez megint csak én úgy gondolom, hogy a modernitásnak, vagy a szellemi nyitottságnak egy, egy megnyilvánulása. Tehát az volt a célom, és az a célom, hogy egy ilyen színes alkotói egyéniséget a maga színességébe tudjak megmutatni, hogy tud valaki latin műveket katolikus teológiai tartalommal magyarra fordítani, és azokat himnuszok könyve címmel egyébként sajta rendezni és kiadni. Modern néhány éves kiadásukban is ez elérhető. Tud egyszerre radikális baloldali fiatal mozgalmaknak a az idézőjebben keresztapja, vagy ilyen egyetemi védő embere lenni, és tud katolikus népénekeknek a megfelelő teológiai tartalommal való megfogalmazója lenne. Például az Eukarisztikus Világkongresszus 1938-nak a hídbuzgalmi szakosztályában tevékenykedett, és érvényes modern költő lenni, aki Adi Endrét is megfelelő módon a helyén kezeli, sőt, akit József Attilát, aki a Baumgarten jutalom után vele sétál a, a piarista közbe Pesten, a, a, hídnak a Pesti oldalán, amely később az elt bölcsészkara is volt, aztán most ismét a piarista ennek az épülete, arra buzdítja, hogy írjon doktori értekezést, és ha jól emlékszem, hogy másfél-két oldalas kis vázlat erejéig, a, a, ritmikája, a nyelvnek a ritmikája és a költészet kapcsolatáról kezd el vagy idézőjebb értekezni József Attila. Tudjuk, hogy nem jutott sehova a doktori értekezésével, de gondoljuk bele, hogy milyen kivételes szellemi erő lehetett az az ember, aki egy esti séta alkalmával, egy vacsora utáni egy-másfél órás alkalmával a legnagyobb magyar költőt, aki egy nagyon nehéz személyiség volt, és szó szerint egy, egy diagnosztizáltan beteg személyiség rá tudja venni, hogy egy a korábbi munkamódszerének teljesen eltérő munkamódszere való alkotáson kezdjen el gondolkodni. Engem ezek a hatások érdekeltek és izgattak, és hogy milyen gazdag személyiségszerkezetnek kellett lennie ahhoz, hogy ezt mind integrálni tudja, és hogy a mentális integritását nem csak meg tudja őrizni, hiszen, hiszen viszonylag hosszú élet adatott neki, és ugye 1889-ben született és 60-as évek elején hunyt el, hanem végig meg tudta a szellemi tekintélyét őrizni, szocializmus korszakában, amikor amikor tudományos pozícióitól, professzorságától, akadémiai levelező tagságától megfosztották, a nácizmus idején, amikor a zsidó származása miatt megkülönböztették, akkor is tudott közösségeket szervezni, az egész picinyek tehát tényleg a cserkészvezető, a, a piarista gimnáziumbéli tanár, a tudós professzor, vagy éppen a főszerkesztő, és mindezek mellett tudott modern, európai keresztény magyar ember lenni. Én azt gondolom, hogy hogy ez a fajta kontextus, amikor túllépünk a, azokon a disziplináris ö, szempontokon, amit a korábbi kutatás ö, magánviselt, az, ö, az sok érdekességet hozhat. Nem feltétlenül az a célom ezzel az összegzéssel, ami azért az összehasonlító eszmetörténet módszertanával készül, hogy túl sok olyat mondjak Sík Sándorról, bár tegyük hozzá, hogy valamennyi művét és főleg a műveire adott recepciót, ami nagyon gyermekcipőben járt, tehát a fogadtatás történt vagy a befogadás történet, ha egyáltalán megtörtént kapcsán a végzek alapkutatásokat is, mert azért olyan emberek méltatták, mint mondjuk Hankis János, Debreceni professzor, a világirodalom, az Európai Irodalom történetendék összefoglalója, vagy az Európai Irodalom és a világirodalom, meg a Magyar Irodalom másik összefoglalói, Szerb Antal, aki elismeréssel is pozitívan szólt az ő munkásságáról, vagy Radnóti Miklós, és az úgymond kötelező, tehát a korabeli katolikus sajtóban ajánlott irodalomként mindig az ő verses előkerültek, vagy írtak róla teológus professzorok is, de, de az, hogy a, a magyar modernitásnak ilyen e, nagy alakjai, mint mondjuk szerb vagy radnóti reflexióra e, méltatták és elismerték a munkásságát, az azt gondolom, hogy nagyon fontos. Egyébként Szerb Antalhoz kötődött, hiszen a, a, az egyetemi magántanárságát ő szorgalmazta, és Szerb Antal az ő közbenjárására lett egyetemi magántanára Szegedi Egyetemen hogy József Attilát majdnem doktorálásra bírja, hogy radnóti rá is bírja, és radnóti egy nagyon fontos témából, Kafka Margit művészi fejlődéséből hagyja doktorálni, ami hát nyilván egy nagyon fontos téma, az első modern női író, mégiscsak az 1919-ben elhújt Kafka Margit volt, és nagyon érzékenyen nyúlt hozzá Radnóti Miklós és mondjuk Arany Jánost, nagyon nagy, a legnagyobb a magyar költőnek egyébként Arany Jánost vélte Sík és nem véletlen, hogy Arany János fényképét őrizte Radnóti Miklós is a kis dolgozószobájában, és az se véletlen, hogy a Toldi trilógiát vitte magával a munkaszolgálatra is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak amit most így fölvillantottam Sík Sándor hatástörténetéből, vagy recepció történetéből, az már óriási. De és hogyha elmegyünk egy vasárnapi katolikus szentmisébe, és az Éneklő Egyház című kiadványt, ahonnan a, ezeket az énekeket éneklik a hívek, mind a mai napig kinyitjuk, akkor jó párnak a szövegét, vagy szerzőként, vagy átdolgozóként Sík Sándor jegyzi. Én azt gondolom, hogy a a baloldaliként elkönyvelt, József Attila, zsidó származású, Radnóti Miklós és a vasárnap éneklő, néni világát, ha vizsgáljuk, az nagyon eltérő, de egy közös pontja van ennek a sok világnak az pedig Ség Sándor. Az gondolom, hogy ez az, ami az ő személyiséget igazán izgalmassá teszi. Hát akkor, ha jól értem, itt tulajdonképpen egy, egy habitus vizsgálatot is fogsz folytatni. Sik Sándor személyiségéről is sok mindent meg fogunk Sik Sándor ugye professzorként túlesett a habitus vizsgálaton, és a habilitált doktorként lehetett egyetemünk professzora. Egyébként bármiféle felekezeti, vagy bármiféle nemzetiségi különbségtétel nagyon távol áll Sik Sándortól. Ezt sokszor hangsúlyozom az ő kapcsán is, meg más általam kutatott személyek kapcsán. Nyilván véletlenül azért nekem is fontos, és véletlen azért, mert nekik is az volt, ő ugyanis nagyon hit a, kereszténységnek ebben a funkcióban. És nagyon érdekes az összehasonlítás, Bibó írja a zsidókérdés Magyarországon 1944 után című hogy a magyarországi zsidóság, amikor észlelte azt, hiszen ugye Sándor és zsidós származású volt, észlelte azt, hogy a, a az asszimiláció csak akkor lehet teljes, hogyha valami konfessionális, tehát vallási asszimiláció is megtörténik, nem elég a kultúra is, nem elég a nyelvi. Hogy először a, a szokásaikat változtatták meg, ugye ruházatokat, utána a nevüket, és az anyanyelvüket, és a kultúrájukat, és végül a vallásukat is. És Bibó két modellt ír le, az egyik, akik valamelyik történelmi keresztény egyházhoz csatlakoztak, ahol ugye Krisztusban a keresztség szentsége által újjászületve egy emberré és új emberré váltak. A másik pedig a munkás mozgalom, ahol meg megint csak nem számít az etnikum és a vallás, és Sík Sándor testvére Sík Endre ezt az utat választotta, Ugye magyar ö, marxista, szocialista munkás volt a két háború között is már jelentős alakja, a világháború után pedig a diplomácia egyik vezetője, hiszen külügyminiszter helyettesként, nagykövetként, majd pedig Afrika szakértőként nagyon komoly karriert futott be, és ö, hiteles és érvényes karriert ö, futott be. Tehát nagyon eltérő ö, életutak ö, vannak és nagyon eltérő életpályák vannak még egy családon belül is, és mondjuk ha így társadalomszociológiai szempontból vizsgáljuk a sík családot, akkor a magyarországi zsidóság asszimilációs, vagy éppen disszimilációs törekvéseinek, vagy éppen sorsának, vagy sorstalanságának, a, a jelenségvilága egyaránt kimutatható benne. Tehát én igen, egy alkotói habitust, egy történelem által determinált életutat, amely mégis egy integráns életút tudott maradni, hiszen az alkotásainak, az esztétikájának, a művészet filozófiájának, a közösség szervező törekvéseinek, a lelkipásztori tevékenységének azért mégiscsak a kereszténység volt a fundamentuma, és hogy lehet bizony modernnek lenni, magyarnak lenni és kereszténynek lenni egyszerre, úgyhogy szélsőségektől mentesen is ezt a tartalmat és ezt a minőséget jól meg lehessen élni. Hát kíváncsian várjuk a végeredményt. Remélem arról is fogunk még Én is beszélni. kíváncsi várom, és bízom benne, hogy lesz időm és erőm ezt a kutatást befejezni. Sok időt és sok erőt kívánunk neked ehhez. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Várjuk. Köszönöm a meghívást. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk következő alkalommal is, viszontlátásra!